Gratulálunk, Konz Zsófia, édesapád most nagyon büszke lenne rád. Ezekkel a szavakkal reagált Orbán Viktor a fiatal politikus győzelmére. Konz Zsófia édesapja, Tiszaújváros és környéke országgyűlési képviselője júliusban hunyt el motorbalesetben, ezért kellett időközi választást tartani. A kormánypárti politikus a szavazatok majdnem 51%-át szerezte meg, 5%-kal többet, mint az ellenzéki összefogás jelöltje, a jobbikos Bíró László. Engedjék meg, hogy ehelyütt is gratulálja Konz Zsófiának. A parlament is téma volt az időközi választás. A szocialista Molnár Zsolt arról beszélt, bizakodásra ad okot az ellenzék szereplése. A Borsod 6-os választókerületben elért 46%, azért előrevetíti azt, amit az önkormányzati választások is üzentek, hogy bizony 2022 őszén egy másik irányt vesz ez az ország. Dömötör Csaba miniszterhelyettes azt mondta, a baloldal a borsodi választáson nyíltan felvállalta az antiszemitizmust. Egy olyan jelölt mögött sorakoztak fel, aki judapestezett, tetűcsúzdázott, és ki tudja, hogy miket mondott még. A választási kampányban derült ki, hogy Bíró László évekkel ezelőtt antiszemita kommentet írt a közösségi oldalán. Ezután többször bocsánatot kért. A Momentum elnöke úgy látja, akár meg is nyerhették volna a körzetet, ha kevésbé megosztó a jelölt. Éppen ezért 2022-re, ahova több mint másfél éve van még az ellenzéknek, nem pedig 50 nap, ahogy volt az Borsod 6 esetében, minden esély és lehetőség meg lesz arra, hogy fedhetetlen, hiteles és jó programmal rendelkező és jó terepmunkát végző jelölteink legyenek. A Híradónak nyilatkozó választási szakértő szerint csak papíron volt az időközi választás tétje az, hogy a Fidesz megtartja-e a kétharmados többségét a parlamentben. Tudjuk, hogy a német nemzetiségi képviselő az deklaráltan támogatja a kormányt, úgyhogy ha a hátralévő másfél évben bármikor szükség lett volna a kétharmadhoz, egy plusz szavazatra, akkor azt ő gond nélkül biztosította volna. A szakértő szerint ennek ellenére a Fidesz nem vette félváról az időközi választást, jelentős erőket mozgósított a kampányra.